Kedves negyedikesek, üdvözöllek benneteket a mai magyar nyelvtanóránkon. Kezdjük egy kis ismétléssel. Mi az ige? Cselekvést, vagy létezést, vagy történést kifejező szófaj. Mi a kérdőszava az igének? Mit csinál, mi történik? Mit fog csinálni? Mondjuk el, mit tudunk az örültem igéről. Próbáljuk meg jellemezni. Múltidejű, cselekvést kifejező, kijelentő módú ige, egyes szám első szemében. Hogy lesz ez az ige felszólító módban? Örüljek. Egyes szám második szemében, te örülj. Egyes szám harmadik szemében, ő örüljön. Az elmúlt órán a felszólító módú igék helyesírásával foglalkoztunk. Remélem emlékszel a szabályokra. A mai óránk témája az igekötő. Ha beírtad a dátum alá a címünket, akkor írd le a felbukkanó szavak közül, melyik az ige. Vigyázz! Csak a mit csinál kérdése felelőeket írd le. Kezdhetjük? Szalad. Fél. Méz. Kiált. Hajszál. Házikó. Telefon. Telefonál. Na most nézzük az ellenőrzést. Ha te is ezeket a szavakat írtad be, ezt a négy igét, akkor nagyon ügyes vagy. Megjegyezted, mit fejez ki az ige. Most nézzük a következő feladatunkat. Kigold a következő mondatokat szavakra. Nagyon összeragadtak. Próbáld meg helyesen lemásolni őket. Állítsd meg nyugodtan a videót, és ha elkészültél, ellenőrizni fogjuk. Na hát, milyen ügyesek vagytok? Nézzük az ellenőrzést. Bemutatkozáskor állj fel. Nézz rá a másik emberre. Érthetően mondd el a neved. Kézfogáskor egy picit hajolj meg. Ugye ezek felszólító mondatok voltak, felszólító módban álltak az igék ezekben a mondatokban. Felismered őket és a helyesírásukat. A következő feladatunkban a mondatok tagadását kérlek írd be a füzetedbe. Állítsd meg addig a videót. Tagadásban tehát hogy lesz? Nem sorolom fel a páros számokat. A másik kettőt is írd le önállóan, és ellenőrizzük. Nem írom meg a házi feladatot. Nem éneklem el a kedvenc dalomat. Nagyon ügyesek vagytok. Most keressük meg az igéket és az igekötőket. Sorolom fel, írom meg, éneklem el. Az előző verzióban az igekötő az ige előtt állt, most viszont az ige mögé került. Emlékeztek, ugye a harmadik osztályban már tanultuk az erre vonatkozó helyesírási szabályt. Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk. Ha az igekötő az ige után áll, akkor külön írjuk. Nyissátok ki most a könyveteket a 88. oldalon, és figyeljétek meg a rajzot. Mondd el, mit látsz rajta. Látod, hogy lenéz a néni az épületből, vagy kinéz az ablakon. Felnéz a másik hölgy, aki sétál, vagy a kislány benéz az autóba. Ezek mind igekötős igék. Az igekötő módosítja az ige jelentését,
Leggyakrabban a cselekvés történés irányát fejezzük ki vele. Emlékszel, ugye, hogy melyek a leggyakoribb igekötőink? Be, ki, le, fel, meg, el, rá, át, keresztül, ide, oda, szét, össze, vissza. Most hoztam nektek egy kis verset, ami segíteni fog, hogy eljussunk Nyelvtanországba. Vörös Sándor Haragosi című versét olvasom fel. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon, diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon, diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. És már meg is érkeztünk. Kiemeltem nektek az igekötőségeket, amelyek ugye ebben az esetben egybe vannak írva, és most bemutatom nektek a lovat, amit igekötőnek hívnak. A szekeret, amit igének hívnak. Ők fognak nekünk segíteni abban, hogy megtanuljuk az igekötőségek helyes írását. Na nézzük, mi történik, ha a lovat, az igekötőt befogjuk a szekér elé. Az ige elé. Vajon el tud indulni? Igen, mert a ló el tudja húzni a szekeret. Megtanultuk már a szabályt. Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk. Például kinyitom, kimegy, elmegy, vagy beköszöntött. Vajon ha az igekötőt, a lovat, az ige a szekér mögé helyezzük, tud-e az igekötő a ló húzni? Bizony nem. A ló ilyenkor nem tud húzni. Vagyis ha az igekötő az ige után áll, akkor külön írjuk. Például köszöntöd be. És mi történik akkor? Amikor az igekötő a ló és az ige a szekér között, valami más szó áll. Tud-e menni a lovas szekér? Nem tud, mert megakadályozza az a más szó. Mondjuk el a szabályt, ha az igekötő az ige közé áll egy másik szó, akkor külön írjuk, vagyis három szóba írjuk, így mondtuk el. Be fog köszönteni. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát, hogy írtuk helyesen? Ha az igekötő az ige előtt áll, mindig egybeírjuk. Keressük meg most az igéket és az igekötőket, vagyis az igekötős igéket ezekből a mondatokból. Másoljátok be, kérlek, a füzetbe. Gergő kitalálta a találós kérdést, Klári megtalálta az elveszett labdát, az Ilyász eltalálta a céltáblát, Irinyi János feltalálta a gyufát. Nagyon ügyesek vagytok. Most fotoljátok a következő mondatokban a hiányzó igekötőket. Ha elmondtátok magatokban, akkor csak az igekötős igéket kell beírnotok a füzetbe. Zsuzsi, mit csinált? Elmosta a poharakat. A naposok lemosták a táblát. A takarítónéni minden nap felmossa a termeket. Anyu kimosta a szennyes ruhámat. Pista összemosta a színes ruhát a fehérrel. Étkezés előtt mindig megmosom a kezem. Nagyon ügyesek vagytok, szép írással másoljátok be az igekötős igéket. Most folytassuk a tankönyvből, a 89. oldalon. Nézzétek meg a képet. Alkossatok mondatokat a képről. Próbáljunk meg igekötős igéket alkalmazni. Átmegy a túloldalra. Végig megy a zebrán,
Oda megy a nénihez. Nagyon rendes a viselkedése a kislánynak, igaz, hogy oda megy az idős nénihez, és segít neki átkelni a zebrán. A megy igéhez próbáljatok még más igekötőket is hozzá kötni. Például rámegy, bemegy, közé megy, átmegy, kimegy. Tehát mi az igekötő szerepe? Az ige jelentését módosítja. Gyűjtsetek igekötőket. Be, ki, meg, fel, le, át, szét, össze, vissza. Most nézzétek meg ezt a képet a madarakról. Nevezzük meg igekötős ijékkel azt a mozgásirányt, ahová a madárka száll. Például, hova száll a madár? Rászáll a kéményre, beszáll az ablakon, kirepül az ablakon, körberepül a házon, stb. A madarak védelme, tudjátok, hogy nagyon fontos. Ügyesek vagytok, és mivel most tavasz van, az egyik igekötős ige nagyon találó, mert a madarakról elmondhatjuk azt is, hogy visszarepülnek a melegebb éghajlatról hozzánk. Olyanok, mint a képen látható, ki tudja micsoda? A fecske. Nagyon ügyesek vagytok, akkor most kérlek benneteket, hogy ezeket az igekötős ijéket, amiket gyűjtöttünk, írjátok be a füzetbe, mégpedig elválasztva. Az elválasztás szabályát a tankönyvetekben találjátok a 90. oldalon, ugyanúgy járunk el, mint az összetett szavak esetében. Én már a felhőbe fel is tettem nektek, másoljátok le szépírással. És ha van kedvetek, alkossatok egy mondatot. Egy mintát adtam nektek, a gólya visszarepül régi fészkére, a fecske is hamarosan visszaszáll. Tehát a igekötős igék elválasztásáról mit tanultunk meg? Ugyanúgy járunk el, mint az összetett szavak esetében. Nézzünk erre egy-egy példát. Meg gondol, szét néz, be lép, ki mond, le önt, át úszik, el oszt, el ég, fel ás, ide dob. Az igéknek azt mondták, hogy az igekötőjük szerint álljanak sorba. Ám ellenőrzéskor kiderült, hogy olyan igék is befurakodtak oda, amelyeknek semmi keresnivalójuk nincs ott. A ti feladatotok az, hogy felismerjétek, kiknek nincs helyük a sorban. Fel, válasszátok le a szótagolás vagy az elválasztás szabálya szerint az igekötőt, és fel fogjátok ismerni, hogy melyik a valódi igekötős ige. Na, olvassuk. Felemel, fel, emel. Ez igekötős ige. Feláll, fel, áll. Felesel, fel, esel. Hát ez kétértelmű, mert ha valaki felesel, vagyis visszabeszél, hát az nem éppen igekötős ige. De vigyázz, mert fel, esel, akkor ugye igen. Feltár, fel, tár. Fel, el. Hát ez semmiképpen nem igekötős ige. Tehát ez egyértelműen nem tartozik ebbe a sorba. Fel, szál. Igekötős ige. Nézzétek meg a többit is. Ami egy kicsit is kétértelmű, azokat én kicsit dőlbetűvel szedtem, hogy könnyebb legyen felismernetek. Betöm, beszól, beszél. Hát ugye ez nem igekötős ige, ez csak egy ige. Befőz, becsül, hát a becsül sem igekötős ige. Bezár, kinéz, kiáll, kiállt. Ha valaki kiállt a másiknak, az csak egy ige, nem igekötős ige, aki ebben az esetben. Kimegy, kísér, ez sem igekötős ige. Kiszór, ez már igekötős ige.
Leír, lerajzol, lebeg. Nem igen kötősége. Leesik, letöröl, levegőzik. Ez sem igen kötősége. És nézzük az utolsó sort. Rávar, rálép, rág. Attól még, hogy rá az első két betűje, ettől még nem igen kötősége. Rá beszél, rá szól, rácsoz. És ugye az utolsó sem az. Nagyon ügyesek vagytok. Most már értetek, hogy melyik az ige kötősége, vagy a nem ige kötősége, ezért segítsetek a pillangóknak a megfelelő bokorra szállni. Mutatom az igéket. Rángat, visszament, lebeg, kiált, felesel, felébred, összead. Megvan, hogy melyik az ige kötős, és melyik a nem ige kötős? Na akkor nézzük, hová szálljanak. Beutal és a leltek. És akkor most repüljenek azok a pillangók. Nem ige. Visszament, ige kötős. Felébred, összead, és beutal. Tehát ez a négy ige kötősige, a másik három nem ige kötősige, és a felesel sem. Vagyis felesel pedig lehet ige kötős is, vagy nem ige kötős. Az előző feladatban is, ugye ő volt a kakukk tojás. Leltek, nem ige kötősige. Tehát mit tanultunk a mai órán? Mi az az ige kötő? Olyan szó, ami szorosan kapcsolódik az igéhez, és módosítja annak jelentését. Mik a leggyakoribb ige kötők? Be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza, keresztül. Mit tanultál az ige kötők elválasztásáról? Az ige kötőségek elválasztásakor ugyanúgy járunk el, mint az összetett szavak esetében. Hogyan írhatjuk az ige kötős igéket? Háromféle módon is. Először is, ha az ige kötő az ige előtt áll, egybeírjuk. Ugye akkor a ló el tudja húzni a szekeret. A második mód, ha az ige kötő az ige után áll, külön írjuk. Vagyis ha a szekér után fogjuk balovat, akkor nem tudja elhúzni. És a harmadik, ha az ige kötő és az ige között más szó áll, akkor mindegyik szót külön írom. Házi feladatként végezzétek el önállóan a 8. gyakorlatot a 90. oldalról, ahol az ige kötőségeket át kell alakítanod, hogy felszólítást fejezzenek ki. Összeszedjük, hogy lesz felszólító módba, szedjük össze. Ma újra nagyon sokat dolgoztunk, köszönöm a munkátokat, nagyon ügyesek voltatok, és gondolom már, pihenésre vágytok. Remélem hasznodra váltak a feladatok, szép napot kívánok neked, a viszontlátásra!